december 5-én állománygyűlésen adták át az újpesti rendfenntartóknak az évvégi jutalmakat a Városháza dísztermében, összegző évvégi ünnepség jellegűen, úgyhogy mi is összegezzük ezt az évet, most Bukfan Milán alezredessel, Újpest rendőrkapitányával, szervusz, köszöntelek a stúdióban. Szervusz, jó estét kívánok! Ugye nem csak, ráadásul nem csak rendfenntartók és rendőrök kaptak jutalmat, hanem állampolgárok is. Erről beszélünk még, de előbb azt kérdezném, hogy volt-e mit ünnepelni. Tehát ha lezár egy évet a rendőrség, van egy ilyen évvégi állománygyűlés, kiosztják a jutalmakat, oké, de olyankor mit érez most a rendőrkapitány? Van-e mit ünnepelni? Hát ha röviden összefoglalnám, akkor büszkeséget. Ezt mondtam a kollégáimnak is, amikor egy rövid beszéddel köszöntöttem őket, és megköszöntöm a munkájukat, illetőleg az önkormányzatnak a most már több éves hagyományok, vagy hagyományt teremtve, ugye amikor megkaptuk ezt a kapjuk az évvégi jutalmat. És mondtam a kollégáimnak is, hogy amikor valamikor márciusban az évértékelő, 2017-es évet évértékelő állománygyűlésünk ugye szintén a díszterembe került megtartásra az önkormányzatnál, ott ugye a polgármester úr előtt az állomány és a társszervek képviselői előtt tartottam meg a beszámolót, akkor nagyon büszkén álltam ott, mert sikerült a 2016 évben elért eredményeket szépíteni, fokozni. Mm. Tehát sikerült elérni azt, hogy a súlyponti bűncselekmények számában csökkenő tendencia mutatkozzon meg, csökkenjen ezen bűncselekmények száma, illetve a felderítés viszont ezzel párhuzamosan növekedjen. Tehát ennél sokkal többet nem kívánhat egy rendőrkapitány. Tehát a bűncselekmények csökkenjenek, a felderítés megnő, így van. Tehát a kevesebből. Viszont egyszerű képlet ez, csak jó, igen, hogyha csak, ez így is megy. Csak végrehajtani, igen, nem ilyen egyszerű, és azt gondolom, hogy ezt köszönte meg az önkormányzat azzal, hogy most évvégén is jutalmat adott a kollégáimnak, mivel 2018-ban, bár hivatalos statisztikai adatok ugye az év zárása, tehát december 31-ét követően fognak rendelkezésre állni, de nyilván tendenciák alapján elmondhatjuk, hogy ez az év ebben tovább tudtuk folytatni a 2017-ben elérteket, hiszen még tovább sikerült csökkenteni a súlyponti bűncselekmények számát. Vagyis pontos adatokat még nem tudsz, de azt látod, hogy a tendencia azt mutatja, hogy most ezen az évvégi állománygyűlésen még büszkébb lehettél, mint tavaly, mert hogy pont ez a két arány, ez nőtt, illetve csökkent, kinek-kinek természete, melyiknek természete szerint. Így van, ahogy mondod, igen. Tehát hivatalos statisztika ugye az évzárást követően, ugye egy bonyolultabb statisztikai rendszer van, ugye a rendőrség, ügyészség közösen alkalmaz egy statisztikai rendszert, ugye adatlapok, statisztikai adatszolgáltatások, tehát az teljesen hivatalossá akkor válik, ugye, amikor lezárásra kerül a tárgyév, és ugye a belügyminisztériumból, illetőleg a budapesti rendőrfőkapitányságtól megkapjuk ezeket a hivatalos adatokat. Ugye ez jövő év elején szokott lenni, ezt követően szokott lenni minden évben az évértékelő állománygyűlés, ahol ismertetésre kerülnek ezek az adatok. Nyilván ettől függetlenül egy rendőrkapitányságnak feladata, hogy ugye nyomon kövesse a területben történt eseményeket, és különböző elemzőértékelő jelentéseket, tevékenységet végzünk ugye annak érdekében, hogy tudjunk reagálni minél gyorsabban az esetlegesen új elkövetési módszerekre, vagy azokra a jelenségekre, amikor egy adott helyen egyébként elszaporodnának bizonyos jellegű bűncselekmények. Mm. Nyilván azt is tudjuk, hogy mennyit és milyen eredményességgel zártunk le, és ebből azért lehet következtetni rá, hogy körülbelül nagyságrendileg hol állhatunk számba. Ha már tendenciákról beszéltünk, meg mondtad, hogy jellemző bűncselekmények. Tehát amikor legutóbb összegeztünk, akkor lehet, hogy az volt a jellemző bűncselekmény, hogyha jól emlékszem, ezek az átverések, csalások telefonon, meg egyéb módon, főleg idősektől csaltak ki úgy pénzt, hogy ismerősként, unokkal, barátjaként, stb. Így mutatkoztak be, és erről többször beszéltünk. Ennek az évnek volt-e valamilyen jellegű tendenciája? Mert ez egy picit olyan nem, mint egy ilyen versenyfutás, hogy mondjuk a rendőrség fölkészül valamire, vagy már átlát valamilyen bűncselekmény módon, akkor nyilván a másik oldalnak is a jóját kell kitalálnia. Hát így van, újabb elkövetési mód, emlékeim szerint, mióta beszéltünk, ugye nem került elő, vagy nem merült fel. Viszont ugye ez is ilyen hullámzó jellegek, ezek az elkövetési módszerek. Ugye egy időt elindul, hogyha a rendőrség, rendőrkapitányság, illetőleg összességében a rendőrség időben reagál, és itt van jelentősége ugye az elemzőértékelő munka folyamatos szervezésének, hogyha időben reagál, ugye akkor nyilván tud elfogni elkövetőt, tud rá megfelelően bűnmegelőzési tevékenységgel reagálni, akkor ugye abban maradnak ezek a cselekmények. Ugye egy ideig utána, mivel nincsen ilyen jellegű elkövetési mód, próbálja ugye a bűnmegelőzés területén ugye folyamatosan szinten tartani, úgymond a tudást a lakosságban, az állampolgárokban, hogy figyeljenek oda mindig, mert mostanában bár nem volt ilyen, de ne is történjen. Ez ilyen, a megelőzés, így, amiről mindig beszéltek. Igen. De ettől függetlenül ugye vannak akkor ilyen fellángolások egyébként. Amiről beszéltünk, ugye volt ez az elkövetési módszer,
hogy felhívták a sérteteket, és egy különböző telefonszolgáltató munkatársainak kiadva magukat nyereményjáték ígéretével rávették mm-hmm, őket, hogy töltsenek fel különböző összegeket mobil előfizetésekre. Ebben budapesti szinten, ami elkövetés történt, ebben mind az újpesti rendőrkapitányság került ki elől is az eljárás lefolytatására. Ebben még folyamatban vannak az eljárások, remélem, hogy tavasszal a pontos számról be tudok számolni, hogy mennyi eljárásból hány elkövetést derítettünk föl, de ez egy nagyon szép szám lesz reményeink szerint. És most oda ott tartunk egyébként, hogy köszönhetően azt gondolom a kollégáim munkájának is, nyilván nagyon sok más tényezőnek is, ez a fajta elkövetési mód nagyjából megszűnt Magyarországon. Vannak különböző próbálkozások itt ott az országban, de most éppen itt a kerületünkre, illetve Budapestre nem annyira jellemző. És az, amit én mondtam, trükkös lopás, az idősek sérelmére elkövetett trükkös lopások, az, amit mondok, ugye hullámzó jellegű egy kicsit, hogy vannak időszakok, amikor nem történik, van, amikor felbukkan, és akkor ilyen dömping jelleggel történnek ezek a bűncselekmények. Az évek... Kulcsa, milyen lehet ennek az oka? Meg tudjuk az okát, hogy miért így megy ez? Hogy akkor, amikor elindul, akkor nagyon elindul? Hát mert ugye amikor gyorsan, amikor elindul, akkor a rendőrség, viszonylag ezek ilyen rövid időszakok az én tapasztalatom szerint Újpesten mindenféleképpen, hogy nyilván amikor eltörténik egy-kettő, ugye a rendőrség akkor tudja, hogy ebből lehet több is, és nyilván mindent igyekszik megtenni célirányosan arra koncentrálva. Akkor nyilván ugye ezt érzékelik az elfogásokból, felderítésekből, a bűnmegelőzési felhívásokból, amik ugye közzét tesznek a médiumokban, ugye az elkövetői körök, és akkor próbálnak másikra, és akkor mi is próbálunk. Tehát gyorsan megpróbálják kihasználni azt az időt, amit igen, és akkor utána egy másikra. De nyilván ugye az nagyon fontos, hogy egyébként tehát folyamatosan fenntartjuk mi is ebből. Tehát attól függetlenül, mert nem történik, ugye a Újpesten is, meg egyébként a BRFK minden kerületében a kollégáink járnak ki előadásokat tartani az érintett lakosságnak, illetőleg itt volt olyan kezdeményezés, hogy a BRFK szinten központilag is, illetőleg mi saját kollégáimmal Újpesten megcsináltuk, hogy azokhoz a személyekhez, akik érintettek voltak ilyen bűncselekményben, és az ő közvetlen lakókörnyezetükben élő hasonló veszélyeztetett korosztálynak a tagjaihoz személyesen kimentünk egy hétvégi napon. Ugye vittünk magunkra a polgárőrt, illetőleg olyan szociális szakembert, aki az idősebb gondozással foglalkozik, és ugye nekik vittünk egy kis ajándékokat, szórólapot, és eltöltöttünk velük egy délelőttöt. Annak ellenére, hogy egyébként itt abban az időszakban, Újpesten, tehát előtte sem, meg azóta sem történt ilyen jellegű bűncselekmény. Tehát azért mondom, hogy amikor a rendőrség így hirtelen reagál, az egy párhuzamos folyamat egyébként egy folyamatos bűnmegelőzési tevékenységgel, de nyilván, hogyha egy jelenség előkerül, akkor ugye arra sokkal intenzívebben elkezdünk reagálni. De Újpesten egyébként, bocsánat, hogy szabadba vágok, itt az elmúlt fél évben nagyjából nem akarok túlozni, de a fél évben nem történt ilyen jellegű bűncselekmény. Uh-huh. Kísérletek vannak egyébként, ami egyébként büntetőjogi kategóriában a kísérleti szakban nem jut el, de megpróbálják fölhívni, vagy föl is hívják ugye a sérteteket, de hál' Istennek ugye a tájékoztatásnak köszönhetően, ugye olyan szerepe van a médiumoknak, itt Újpesten nem kell nyilván kiemelni, hogy az Újpesti Sajtó Kft. Neki is ugye a felhívásban ugye tudják, hogy ez egy átverés, és ugye elhajtják ezeket a telefonálókat. Hát néhány keresetlen szó kísérletében, és utána sokan szólnak a rendőrségnek, hogy tudtam, hogy átverés lesz, de nem dőltem be, csak szólok, hogy tudjanak róla. De az is fontos, hogy szóljanak. Persze. Után, nem? És ez összefügg azzal is, gondolom, ezekkel a prevenciós előadásaitokkal, meg az, hogy házhoz mentek, mert az, hogyha a test közelből látja ez bárki potenciális, nem tudom, áldozat vagy sértett, hogy igen, beszélnek erről, meg tudom beszélni a gondjaimat, segít a rendőrség, akkor gondolom ő is nagyobb bizalommal fordul. Így van, és mindig ezt is kérjük egyébként, ugye, tehát nem csak ebben a kategóriában, minden másban, hogy egyébként forduljanak bizalommal nyugodtan a rendőrséghez, mert csak akkor tudunk segíteni, és akkor tudunk reagálni, hogyha tudunk róla. Tehát rengeteg olyan dolog lehet egyébként, ami nem feltétlen bűncselekmény elkövetése, de olyan társadalmi jelenségek, ami ugye a rendőrség érintett a tevékenysége folytán, de hogyha nem tudunk róla, akkor nem tudunk rá reagálni. Uh-huh. Tehát mi nem veszük tolakodásnak, hogyha kapunk olyan bejelentéseket, ami a bejelentő szerint is kicsit olyan zaklatásnak tűnhet a rendőrség irányába, nem az. Mi várjuk ezeket, nagyon szívesen beszélgetünk róla. Meg inkább jobb három fals bejelentés, mint hogy egyszer, amikor tényleg kéne, akkor meg nem. Akkor nem. És azt gondolom egyébként, ezt minden fórumot és lehetőséget megragadok rá, hogy ezt így elmondjam. És itt aztán rá is kapcsolódhatunk az állampolgár jutalmazására, hogyha te is úgy gondolod. Abszolút, parancsolj. Hogy a rendőrség, a rendvédelmi szervek, ugye az a közrend és közbiztonság fenntartásában, ugye csak az egyik tényező, egyik pillér. Mm. Nyilván nekünk a feladatunk ugye a bűnmegelőzés, bűnüldözését, a közrend, közbiztonság fenntartása, de ugye akkor lesz ez igazán egy működőképes
dolog, hogyha a társadalomnak a többi résztvevője, azok is ugye a maguk kis részét kiveszik ebből a tortából, és ugye odafigyelnek az értékeik biztonságára, illetve odafigyelnek a lakókörnyezetük biztonságára. Neked egymásra. Egymásra, és ezeket ugye, hogyha látnak valami olyat, ami nem odaillő, nem egy hétköznapi, nem megszokott, akkor jelzik a megfelelő helyre, ami a rendőrhatóság. És ennek a gondolatnak a mentén merült fel bennem, és a Budapest rendőrfőkapitányával egyeztettem első körben, hogy neki a meglátásról, és ugyanezt gondolta és támogatta ezt a döntést, illetőleg megkerestem ugye polgármester urat, hogy ő támogatná ezt, már szerintem jó, és természetesen is támogatásáról biztosított engem, és ő is azt gondolt, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy két állampolgárt dicséretben és utalomban részesítenénk itt az ünnepség keretében. Akik azt lehet tudni egyébként, hogy egy szeptemberben elkövetett dolog ellen erőszakkal elkövetett erőszakos vagyonáni bűncselekményt, egy konkrétan nyaklánc kitépésnek az elkövetőjét fogták el és tartották vissza. Ugye ebből hál' Istennek Újpesten évelején volt egy-kettő, sikerült elfogni az elkövetőt, aki azóta is előzetes letartóztatásban van, de azért Budapest szerte alapvetően ezek a nyári időszakban, amikor jobban kirakják a hölgyek ugye a szép ékszereiket, hogy mindenki lássa, akkor követődik el, és ugye egy eléggé, hát nem egy szimpatikus elkövetési mód, hogy oda rohannak, és tudom, hogy leszakítja. Igen, ebből volt olyan is, ami egyébként ugye kicsit erőszakos, tehát a test ellen irányuló sérülést is okozott, így van, és akkor nyilván akkor már rablás a minősítése. Jelen esetben nem történt, hál' Istennek, sérülés, de hogy lekapta a nyakláncot, futásnak eredt, a hölgyemény meg egyből elkezdett kiabálni, hogy segítsenek, segítsenek, és a két állampolgár az pont ott volt a közelben, úgy ők észlelték, és egyből utána eredtek az elkövetőnek, megfogták, és a helyszínen visszatartották, miközben hívták a rendőrséget. Tehát a kollégám is nagyon gyorsan kértek, hál' Istennek. De hogyha nem tartották volna vissza ezt az elkövetőt, akkor lehet, hogy kicsit hosszabb időt vett volna igénybe a felderítése, vagy egyáltalán nem is sikerül adott esetben beazonosítani az elkövetőt. Jó, de ilyenkor mindig fölmerül a kérdés, hogy nyilván ez egy nagyon szép állampolgári magatartás volt, hogy nem mondjam, bátor tett, de éppen ezért mindig fölmerül a kérdés, hogy ugye ilyenkor, ilyen esetben, ha mondjuk bűncselekményt látsz, pláne erőszakos bűncselekményt látsz, akkor vajon fellépje te magad személyesen, ugye kockáztatva azt, hogy te egy újabb bűncselekmény áldozatává válsz, hogy ne mondja, jó, megvernek. Igen, ez jó, hogy felhoztad, örülök neki, mert magamtól is egyébként gondoltam, hogy ezt elmondanám, de így sokkal jobb. Mindig a saját biztonságunk, azt gondolom, a legelső. Tehát nyilván állampolgári és egyéb jogi kötelezettségünk ugye a segítségnyújtás ilyen esetekben, de legelső a saját biztonságunk. Tehát, hogyha ilyet észlelünk, akkor nyilván ne menjünk el mellette szó nélkül, ne fordítsuk el a fejünket, valami az adott szituációban a mi biztonságunk megóvása mellett belefér. Tehát, hogyha esetlegesen nem is kapjuk el ezt az elkövetőt, de esetleg jó alaposan megnézzük, hogy milyen ruházatban van, milyen testalkata van, jó megjegyezzük, megpróbáljuk megjegyezni neki az arcát, a testi jeleit, hogyha a rendőrség esetleg egy grafikus szakértőt rendel ki, akkor tudjak segíteni a lerajzolásába. Ha újra látnám, akkor fel tudjam ismerni, vagy adott esetben esetleg kellő távolságról kövessem őt, amelyik irányba megy, és közben hívjam a 112-n a rendőrséget. Jó, tudjuk, hogy merre megy, igen, autóval leolvasom a rendszámát. Így van. Igen, hogy adott esetben milyen lépcsőházba megy be, mert tehát akkor lépjek fel személyesen, hogyha reálisan föl tudom mérni azt, hogy ez a lehető legkevesebb veszélye jár a biztonságomra, így a biztonságunkra. Kérdés, mennyire lehet ilyenkor reálisan gondolkodni. De hát nyilván itt mondjuk adott volt két állampolgár, akik gondolom, akiknek nem volt kérdés, hogy ezt megcsinálják. Hát amikor átnyújtottam nekik egyébként az emléklapot, ugye jutalmat alpolgármester urat, tehát polgármester úr távol létében, én pedig az emléklapot, akkor ugye elmondták, hogy ez csak természetes. És mondtam, hogy egyébként sajnos nem természetes, azt szeretnénk, hogy és azért is gondoltunk erre, hogy egyébként megköszönjük a munkájukat, és egyébként példaként állítsuk őket, hogy ez természetes legyen. Igen. Tehát nyilván nekik ez az volt, gondolom, hogy mi ezt nem jutalomért csináltuk. Így van. Nem, igen. Így van. Hogy ez alap. Igen, igen. És azt gondolom, hogy valóban ilyen helyzetben ugye nem mindig mérik fel reálisan az emberek egyébként, hogy mi lehet belőle. Nyilván itt is az elkövető nem egy első büntettes elkövetőről van szó, férfi elkövetőről van szó. Nyilván itt is
lehetett volna esetlegesen esélye annak, hogy kicsit erőszakosabban lép föl, de hál' Istennek ez nem történt meg. Mm. Na mindegy, szóval akkor törekedjünk arra, hogy ne forduljunk el, szóljunk a rendőrségnek, és akkor lépjünk, hogyha reálisan lépni tudunk. Tehát, hogy ezt ilyenkor józanul kell gondolkodni, meg hideg fejjel, megpróbálni, nem? Így van, minél. De a legfontosabb, hogy ne az legyen, hogy elmenjünk onnan, hogy úgyis valami baj fejünket. Van, úgyhogy inkább nem akarok részt venni, mert utána tanúskodnunk kell. Igen, azt gondolom, hogy egyébként mostanában elég jó útra kezdünk, vagy útra tértünk, és elkezdtünk haladni, ugye, már hogy a lakosság a... Igen, látsz ilyen ebből a szempontból itt Újpesten mindenképpen. Nyilván alapvetően az újpesti történésekbe látok bele, vagy azokat látom jobban, de azt gondolom, hogy itt azért is sikerült csökkenteni a számokat és növelni a felderítést, mert figyelünk. Tehát nem megyünk el mellette. Vannak olyan városrészek, ahol még egy kicsit fokozni kell ezt a tevékenységet. Ugye nagyon jó példa volt erre, amiről azt hiszem beszélgettünk már itt közösen, ugye ez a szemmozgalom, az újpesti családok, amit ugye Káposztásmagyarán csinálnak egy egyesületi formában egyébként, ami azóta is működik, közös programunk vannak rendszeresen, és szeretnénk fejlődni, és azt gondolom, hogy folyamatosan, kis lépésekkel, de fejlődünk. Egyébként, ha már mondtad, ugye pont ezzel a szem kapcsán beszéltünk arról, hogy mondjuk Káposztásmegyeri lakótelep ezzel pont alkalmas, hogy legalább a saját szomszédomat tudjam, mert igen. Budapestre, vagy egy nagyvárosra eleve jellemző, hogy a szevasz-szevaszon kívül fogalma nincs, hogy ki a szomszéd, de hogy pont egy ilyen esetben, vagy egy ilyen helyen fontos az, hogy legalább a közvetlen környezetünket nézzük, és akkor arról beszéltünk, hogy jó lenne, ha több ilyen lakóközösségben indulnának el ilyen kezdeményezések. Volt ilyen? Hát a Újpesten, tehát ez elindult Káposztásmegyerről, és egyébként úgy néz ki most, hogy ez a olló, vagy hogy is mondjam, ez a terület, amit lefedett korábban, az szépen egyre nagyobb. Úgyhogy egyébként pont volt a Káposztásmegyeri település rész, egy önkormányzati ülés, ahol szintén meghívtak hasonló témába beszélgetni. Nyilván ott is konkrét számadatokat nem tudtam prezentálni, de én is megnéztem külön a település rész lebontva, és igen szép adatok vannak, tehát ott a bűncselekmények számának alakulásában, tehát hogy egyre kevesebb és kevesebb ez a szám, reméljük ez a tendencia így marad. Arra meg nem beszélve, hogyha valaki potenciális elkövető tudja, hogy ezen a területen figyelnek, meg úgyis résen vannak, akkor minek kockáztassam? Akkor inkább választ mást. Tehát nyilván itt a rendőrségnek is kell megteremteni egy olyan renomét egyébként saját maga számára, hogy tudják az elkövetők, hogy inkább Újpestre nem megyünk, mert a rendőrök figyelnek, és szerinted és ügyesek is elkapnak, és azt gondolom, hogy van ilyen a köztudatban, illetve nyilván, hogy te is mondtad, az is a köztudatban, és a bűnözők között is azért elterjedt, hogy hát itt figyelnek a szomszédok egymásra, és be vannak kötve a rendőrségre, és inkább menjünk máshova, egy mód van rá, ahol nincsenek ennyire. Tehát egyébként mindenhol, én azt gondolom, hogy ezt példaként lehetne állítani. De azért van olyan, most pont mielőtt bejöttünk a stúdióba, akkor olvastam azt a dohányboltba, igen. Úgy betört, hogy a falat bontotta meg, mint a filmekben, és persze pozitív a kicsengése, hiszen elkaptátok most a közelmúltat. Hát azért van olyan, hogy nem egy ilyen rablás tendencia, hanem valaki egyéni módszerekkel. Hát ilyenek mindig vannak, meg lesznek is szerintem. Aha. De hát ebből is látszik, és az is jó. De az a büntetés sikeres volt tulajdonképpen. Tehát maga a bűncselekmény elkövetése sikeres volt, igen. Aha. Abba a percig, amíg el nem fogtuk. Hát igen. Mert utána már nyilván nem sikeres számára egyébként. Tehát ilyen próbálkozások vannak, hát hál' Istennek ugye a technika fejlődésével, ugye itt maga a nyomkutatás, nyomrögzítés, a nyomelemzéseknek a technológiai fejlődése, illetőleg a kamerarendszer, meg a kamerahálózat, és nem csak a város által, vagy az önkormányzatok által telepített kamerák, hanem a saját magunk biztonsága érdekében, természetesen a magánterületünk határáig elhelyezett biztonsági kamerák és berendezések ugye terjedésével, azt gondolom, hogy ezeket minél sikeresebben meg lehet fogni. Jó, zárjuk azzal, hogyha már évet összegzünk, ugye az adott ismerete nélkül, de akkor is, hogy mire vagy a legbüszkébb. Lehet, hogy már elmondtad, és a tendenciára vagy a legbüszkébb, de azért megkérdezem még egyszer. Hát én azt gondolom, hogy összességében kompletten az egészet. Tehát nem szeretnék kiragadni különböző, vagy egy-egy szakterületet. Én azt gondolom, hogy a rendőrségnek itt az összhangja és a működése a bűnmegelőzéstől. Egyébként azt gondolom, hogy kiemelkedő színvonalon látjuk el a bűnmegelőzést. Hál' Istennek sikerül a létszámot is bővíteni a kapitányságunkon, akik ezzel a területen foglalkoznak kollégák.
rengeteg programunk van szerintem, ami nagyon jók és eredményesek. Nyilván a bűnügyi területen szintén ugye a bűncselekmény számának visszaszorításában és a felderítésben kiemelkedő szerepe van, és mindez egy jó működő hivatal nélkül egyébként, aki a segédhivatali és egyéb hivatali feladatokat ellátja, nem működhetnénk. És mindig elfelejtem, és miért el nem felejtem, nyilván az igazgatás rendészeti osztály is egyébként a célként kitűzött eredményeket minden esetben hozza. Úgyhogy azt gondolom, hogy így összességében én is, illetőleg a kollégám is büszkék lehetnek az újpesti rendőrkapitányság munkájára. Amit egyébként kifelejtettem, és a prevencióval függ össze, hogy kicsit mikulássá is változott a rendőrség, mert szaloncukrot osztottatok, de ez is egy ilyen prevenciós... Igen, az is egy ilyen, hát ilyen újítás részünkről. Egyébként azt gondolom, hogy nem nagyon volt még ilyen jellegű. Ugye van egy nagyvárosi bűnmegelőzési programja a polgárőrségnek, és a rendőrség ugye együttműködik, szoros együttműködésben van a polgárőrséggel, ennek a programnak is a részese a rendőrség, és ennek keretében ugye kitaláltuk ugye a polgárőrség vezetőjével közösen, hogy a kerületben található olyan üzletek, én bevásárlóközpontoknak mondom, de alapvetően nem bevásárlóközpontokról van szó, hanem a 300 négyzetméternél nagyobb területű kereskedelmi egységek, amiknek nagy parkolói vannak, most neveket nem mondanék, igen, mert gondolom reklámnak minősül. Igen. Igen, egy kivételre egyébként az összes csatlakozott, az összes vezetője. Meghívtuk a vezetőket, hozzám egy kötetlen beszélgetésre, ahol felvázoltuk nekik, hogy azt szeretnénk, hogy egyébként nincsen semmi probléma, és nem nagyon történik, hál' Isten, bűncselekmény, és ha van, akkor kiváló az együttműködés, de mi azt szeretnénk, hogy jövőben se történjen bűncselekmény, úgyhogy megkerestem őket, és megbeszéltük, és mindenki támogatott, mondom, egyet leszámítva, hogy lefedik az egész parkolót, ezek általában magánterületek, parkolókat lefedik teljes mértékben biztonsági kamerával, és a rendőrség által elkészített bűnmegelőzési táblákat, ugye, ami arra hívjuk fel a figyelmet, hogy mire figyeljenek oda az odaérkező vásárlók, hogy ne legyenek bűncselekmény áldozatai, ezeket meg saját költségen kihelyezik, és ugye ennek keretében, mi meg most december 6-a szerintem egy megfelelő alkalom volt, hogy felkészültünk egy kisebb mennyiségű szaloncukorral, megfelelő szórólapokkal, ugye, amit a BRFK biztosított számunkra, illetve a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács. Ezzel kimentünk, leszólítottuk az embereket, bűnmegelőzési témában egy kis beszélgetést folytattunk, és mindenkinek adtunk egy szórólapot egy szaloncukorról. De nyilván egy jelképes, de egy, szerintem egy szép dolog. Pozitív visszajelzéseket kaptam, remélem, hogy a továbbiakban is azt fogok kapni ezzel kapcsolatban, és természetesen fogunk menni. És ugye üzenném a bűnelkövetőknek, hogy nem mindig látható ruhában. Van-e valamilyen hiányérzeted ebből az évből, amit máshogy kellett volna csinálni, amit javítani kell a következő évben? Mert ezzel azt is kérdezem, hogy mit vársz a következő évtől, miben javuljatok? Igen, azt szeretném, hogy mindenben javuljunk. Tehát egy olyan folyamat figyelhető meg, azt gondolom, ami természetesen az is több összetevőnek köszönhető, de nyilván a rendőrkapitányság munkatársainak a nem kevés munkája van benne, hogy ezeket az eredményeket, amiket elértünk, ezeket mindenféleképpen megtartsunk, de azzal ne elégedjünk meg, hanem próbáljuk még szebb eredményeket elérni. Bűnmegelőzés terén még több réteget, még szélesebb körben tudjunk elérni. Tehát amik idén voltak programaink, ugye akár saját, akár központi, azokat jövő évben is szeretnénk, és annál csak többet szeretnénk. Hát jó munkát hozzá! Hát köszönjük szépen! Köszönöm szépen, hogy